Kedves nézőink! Az Agrárpercek műsoraiban önök rendszeresen megnézhetik, hogy hogyan termelik meg a gabonaféléket, a zöldségeket, hogyan tenyésztik az állatokat, vagyis az ételeink alapanyagait. Hogy az asztalunkra finom étel kerüljön, abban segítségünkre lesz Frank Sándor, Venez díjas mesterszakács a szegedi Fehértói halászcsárdából. Incsiklandozó ételek elkészítését fogják látni, amelyből még a tapasztalt háziasszonyok is tanulhatnak, illetve akik most ismerkednek a főzés tudományával, azok is könnyen elsajátíthatják a főzés fortéjait. Frank úr, a mostani főzős műsorunkban pirított amúrfilét fognak készíteni. Hogyan lehet eltávolítani a szálkát az amúrból? Hát nagy tisztelettel köszöntöm. Én azt gondolom, hogy az amúrfilé mindenképpen kell egy pár szót a halról magáról. Ez egy nagyon finom, jó ízű hal, nem túl népszerű, ugyanis a legnagyobb probléma az, hogy nagyon sok apró, ha úgy tetszik, Y-szálka van benne, tehát ki kell, hogy filézzük. Ahhoz, hogyha kifiléztük, ugye a gerincscsontot kivesszük belőle, tehát szépen be kell írdalni minél vékonyabbra, tehát nagyon vékony szeletekre, és azután már fel lehet dolgozni, hogyha készen. A kolléganője kapros fokhagymás kelvinbos köretet készít. Ez harmonizál ehhez az ételhez? Nagyon kellemes köret a kelbimból, nagyon sokan ismerik. Én azt gondolom, hogy divatossá válik, és hogyha ezt még egy kicsit az öntettel javítjuk, ami ugye a fokhagyma hal mellett nagyon jól harmonizál, és a kelkáposztához a fokhagyma amúgy is nagyon jól illik, de a kaporra még nagyon szépen meg lehet bolondítani. Kedves nézőink, most pedig nézzük meg, hogyan készül el a pirított amúrfilé kapros fokhagymás kelbimbó körettel. Itt vagyunk a Roosevelt-téri halászcsárda Dankó pincéjében, és a főző partnerem Kádár Németh Matild. Ő a Roosevelt-téri halászcsárda üzletvezető helyettes, a konyhafőnöke, sorolhatnám még a titulusait, és természetesen mesterszakács, és ugye ami nagyon fontos ebben a mesterszakács szakmában is a nőknél, nagyon kevés, én úgy gondolom, hogy Magyarországon jó, ha találunk 10 mesterszakács hölgyet, úgyhogy azért vagyok nagyon büszke, hogy ez a mi hálózatunknál tudunk ilyen profi szakemberekkel dolgozni. Miután halászcsárdázunk, én úgy gondolom, hogy csinálunk egy nagyon finom halacskát, és ez pedig egy amúr. Ugye azokat az amúrokat is ki lehetne filézni, de egy amúr patkót szeretnénk, de azt is azért, mert szeretnék mutatni egy jó kis trükköt, hogy hogy lehet eltüntetni az amúrból a szálkát. Persze az egészet nem, a vezérszálkák meg fognak maradni. Tehát pirított amúrfilét fogunk készíteni, és egy nagyon finom, tejszínes, kapros mártásba fogjuk még átpárolni, illetve ezzel fogjuk tálalni, és ha már így ilyen ősszel pont idényes ez a nagyon finom kelbimbó, Matilka fog készíteni nekünk egy nagyon finom fokhagymás kelbimbót köretnek. Hát itt van ez a gyönyörű jószág, és amiről beszéltem, átforgatom bal kézre, mert ugye ez csak úgy megy, hogy először is levágok egy szép szeletet belőle, hogy egyenes legyen. És amit mondtam, hogy milyen trükköt szeretnék mutatni, az azt jelenti, hogy itt szépen, lehet hallani, hogy röcsök, szépen bedaraboljuk vékonyra. Ilyenkor az Y-szálkákat eldaraboljuk. Megfordítom a másik oldalát is. Négyet vágtunk, és akkor... Köszönöm szépen, hogy hagy forrósodjon. És aztán ugyanezt megismételjük. Rakunk rá egy icipici kis borsot is. A kis só. Mind a két oldalát megsózzuk. Kéreg anyagot, tehát egy pörzsanyagot fogunk rápirítani, ezáltal az összes hal ízek bent fognak maradni. A Matilka közben összedarabolja a fokhagymát, és aztán egy kicsit a legőzölt kelbimbót
ezt össze fogja vele keverni. Ugye az egyik fele az meg lett sütve, most egy kis saját rozé borunkat öntünk alá. És aztán ez az egyszerű fedelés rendszerrel pároljuk egy kicsit. A bor az el fog párologni, és itt van a Matiltának ez a gyönyörű fokhagymás kelbimbó. Hát szenzációsan néz ki. Az illata is, már aki szereti a fokhagymát. Igen. Ez a kis borocska az el is párolgott róla. Úgy szoktuk mondani, most zsírjára sütjük, és aztán tálalhatunk is. Gyönyörű fehér húsa van. Így. Amiben sütöttük a halat, abba belerakjuk ezt a finom kaprot, egy rövid ideig pároljuk. Hát én azt gondolom, ez úgy jó, ha jó kapros. Igen. Hát én belerakom mindjárt. Kicsit átmelegítjük, átpirítjuk. Tejjel fölengedjük. De a tejjel csak ilyen szerényen bánunk. A igazi sejmes ízt a kapornak majd a tejszín fogja megadni. Egy kis tejszín. Hopp. A babérlevél. Törekszik a babérokra. Ez pedig egy kis tejbe elkevert keményítő, biztos nagyon sokan ismerik. Ezzel lehet ragyogon sűríteni, tehát nem rántással, meg habarással. Próbáljuk minél kevesebb zsiradékot használni. Úgy. Ezzel az egy kicsit óvatosan kell bánni, mert az egy könnyen lehet, hogy besűrűsödik, úgyhogy lehet, hogy lesz vele 3 liter kaporszósz. Akkor én azt gondolom, hogy tálalhatunk. Kedves nézőink, főzős műsorunk mai adása remélem elnyerte a tetszésüket. Ha igen, akkor várjuk Önöket a következő adásunkban is. És szerintem elég is a köretből, ugye? Így bizony. Íme, kedves nézőnk, elkészült ez a nagyon finom kapros amúr. Adtunk hozzá egy kis fokhagymás kelbimbót. Jó étvágyat kívánunk hozzá!